Hatalmas vasbeton objektum fogadja a folyópartra érkezőket Tiszalöknél. Az 50-es években épült komplex műtárgy dúzastól mű hajózsilip és erőmű részből áll. Előbbi kettőt érinti az a több mint 5 milliárd forintos rekonstrukció, amely a Nemzeti Vízstratégia részeként a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Berült ki 35 perc mű műsorunk szerdai adásából. Ez jelenti esetünkben azt, hogy a az acél acélszerkezetek, acélgáttábláknak a felújítása, korrózióvédelme, szükség esetén a cseréje, felhúzó láncokgal láncoknak a cseréje, gépészeti berendezések, elektromos berendezéseknek a felülvizsgálatát, cseréjét szintén jelenti, illetve hát ez egy vasbeton műtárgy, és ugye a vasbeton műtárgyakat azért olyan 50 évente, 60 évente felül kell vizsgálni ennek is természetesen a vizsgálata, illetve a szükséges felújítása is szerepel ebbe a projektben. Ezen kívül a hajózsidip támkapuinak és a kamra komplex felújítása is megtörténik, illetve beszereznek egy úszókotrót az iszap lerakódás kezelésére. A több mint egy éves előkészítő munkát követően a fejlesztés idén március végén kezdődött el, befejezési határideje pedig 2022. január vége. Most jelenleg a munkatér átadások megtörténtek, jelenleg folynak az előkészítő munkák, az organizációs szervezések, az egyéb más kiviteli részlettervek készítése, engedélyek beszerzése, illetve legyártása azoknak az eszközöknek, ami ahhoz szükséges, hogy a rekonstrukció végrehajtását is meg tudják csinálni. Például egy elzáró szerkezetnek a legyártása, hogy ki lehessen zárni egy árvízkaput, tehát fel lehessen húzni úgy egy kaput, hogy közben a duzzasztás az ne szűnjen meg. Az évi 54 millió kilovattóra teljesítményű létesítményt annak idején a Tisztán túli területek öntözésfejlesztése, a vízi útfejlesztése, elsősorban a Bodrogon és a Tisztán, valamint az energiatermelés céljából építették. Ezek a feladatok később kibővültek, ma már kárelhárítási és természetvédelmi funkciót is ellát. Az objektumot több mint 40 szakember figyeli és működteti.